nyíregyházi bokortanyák, a Túr Istvándi vízimalom, a Paszabi szőttes, a Szatmári Szilvalekvár és az Újfehértói megypálinka, többek között ezek is helyet kaptak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban. 2014. decemberében a Földművelésügyi Minisztérium az értéktár mozgalom népszerűsítését szolgáló programok megvalósítására 10-10 millió forint támogatást nyújtott a megyei értéktár bizottságokat működtető megyei önkormányzatoknak, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatnak is. Az értéktár mozgalom és a megyei értéktár népszerűsítése című projekt lezárult, a program záró rendezvényét ma tartották meg Nyíregyházán. Az eseményen V. Német Zsolt államtitkár azt mondta, nagy lehetőségek rejlenek a megyei értéktárak létrehozásában. A helyi értékek felhozatala révén igazolja azt az itt levőknek, hogy milyen szép tájon megerősíti őket az önazonosságukban, milyen szép tájon, milyen szép vidéken, milyen értékekben gazdag falvakban és városokban élnek, de mi hiszünk abban is, hogy ez alkalmas akár a turizmus fejlesztése kapcsán, vagy gazdaság fejlesztése kapcsán is. A megyei értékek népszerűsítését szolgáló projekt keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat az értéktárnak önálló arculatot, logót terveztetett. Bővítette a 2014-ben megvalósított a megye értékeit bemutató fotókiállítás anyagát, és folytatta a kiállítás vándorlását a megye településein. Az értékekről gyűjtőmappás bővíthető kiadvány készült, és kiadtak egy fotóalbumszerű könyvet a szatmári középkori templomokról. Emellett 12 kisfilm is készült a megyei értékekről. A legfontosabb célunk az, hogy egyrészt amellett, hogy ezek az értékek valóban olyan helyre kerüljenek, ahová valók, az, hogy a megyében maga az értéktár mozgalom úgymond egy alapvetéssé váljon minden települési önkormányzat, vagy minden települési közösség számára, akiknek fontosak a saját értékeik, és azt hiszem, hogy ez a cél az, amiért érdemes nekünk is dolgozni, mint megyei értéktárnak. Nem azt szeretnénk, hogy csak maga a megyei értéktár működjön, hanem azt szeretnénk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mind a 229 településén létrejönnek az értéktárak és működjenek is. A megyei értéktárnak önálló weboldalt is kialakítottak az ssbm_értéktár.hu címen.